Kedveseim, hát egy, egy, jó esztendőt kezdtünk, a 2013 egy jó év. Biztos, hogy láttátok azokat az óriás plakátokat, amin Kokó a Volt Box világbajnokunk hirdeti, hogy a válságnak vége, 2013 az ön éve. Én kívánom, hogy számodra legyen a válságnak vége. Kríziseknek, nehézségeknek legyen vége, és lássál, kibontakozást, fejlődést, növekedést, és vegyél az úrtól ehhez látást, meg kegyelmet, és hát alkalmazd. Ami a mai ighirdetésem, ez egy kicsit ilyen évindító, tehát úgy nagyjából amerre fogunk ö, haladni ebben az évben, annak szeretné ez a mai igényhirdetés az, az iránymutatója lenni. Nem most kezdődik a folyamat, hanem már kezdődött a folyamat, és benne vagyunk egy olyan folyamatban, ami hisszük, hogy Istentől való, és ebben Isten adott pár támpontot az elmúlt évekre, akik régebb óta itt vagytok ebben a gyülekezetben, akár egy évtizede, vagy kettő, vagy három, láthatok bizonyos jellegű formálódást, vagy változást, vagy változásokat, és ez folytatódni fog. Hát nézzük meg, hogy mi lesz a 2013-ban. Alapigének a Királyok második könyve, 19. fejezetéből, a 29. verstől a 31-ig fogom olvasni. Elolvasom ezt a szakaszt egyben, nem sok, ez csak három vers, de van, amit majd ki fogok emelni belőle az igényedetésben. És mielőtt olvasjuk az igét, Uram, segítségül hívunk téged ahhoz, hogy megértsük a te gondolataidat. És miközben keressük az arcodat, és kívánjuk megérteni a gondolataidat, kívánunk azonosulni a te szándékaiddal, és elfogadjuk, Uram, mindazt, amit a mi számunkra te adsz. És megköszönjük előre, Istenem, hogy neked van szándékod, van akaratod, van terved ránk vonatkozva, és azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ahogyan a mennyben megvannak a tervek, és ahogyan a láthatatlan világban, a mi számunkra láthatatlan világban már a megvalósulás is megtörtént. Most kérjük, uram, hogy. Te, aki teremtő vagy, aki a dolgoknak a világra hozója vagy, és aki láthatóvá teszed a láthatatlan, kérünk Uram, hogy tedd láthatóvá a te terveidet a mi életünkben, és valósuljon meg a te akaratod, valósuljonak meg a te szándékaid. És itt vagyunk Uram, hogy teljesítsük a te akaratodat, hogy rajtunk keresztül, mi általunk végbe menjen, megvalósuljon a te szándékod a Szentélek által. Köszönjük Istenem, hogy behívsz ebbe a munkába, ebbe a közös tevékenységbe, és akarjuk Uram, hogy amit ránk bízol ebben az esztendőben, az, az megvalósuljon, az végbe menjen. És köszönöm Istenem, hogy sok örömet fogsz adni ebben a megvalósulásban. Előre hálát adunk, Uram, és magasztalunk téged. Jézus nevében. Amen. Tehát kettő királyok 19-29-től. Te pedig ezt a jelt adom. Ebben az évben azt eszitek, amit a, ami a tarlón nő. A második évben azt, ami annak a magvából hajt. A harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültesetek szőlőt és egyétek gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek len, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Az a történelmi környezet, amiben ezek a mondatok elhangoznak, az ezékiás királynak a története, akit az északi asszíriai hadsereg megtámadott, és hát egy elég erős ellenséggel nézett szembe. Olyan erős volt ez az asszír hadsereg, hogy mi több száz kilométer, 6 kilométert jöttek északról déli irányba, és amilyen nemzetek, népek, városok az útjukba akadtak, az mind megkódították és mindet térdre kényszerítették, és ott állnak már Jeruzsálem körül, hosszabb ideje, gyakorlatilag kiéheztetik a várost, elzárták, elzárták teljesen a várost és a város lakosságát a külvilágtól, és hát egy idő után elfogyott az élelem, fogytán van a víz, és hát kínba vannak. És megpróbálja megadásra késztetni Jeruzsálemet, és Jeruzsálemnek a királyát, Ezékiást, Szanhérib. Leveleket küld neki, követeket küld, és hát több egyére is az a válasz a követek, részé, a követek számára, hogy nem adja meg magát a város. De egyre szorultabb a helyzet. És, és akkor ebben a, történetben, ennek a, ebben a szakaszában, egy újabb levelet küld Szanhéri Bezékiásnak, és hát elmagyarázza a levélben, hogy milyen jó sorsa lenne, hogyha megadná magát. Őnek is, meg a népnek is jó sorsa lenne, végképpen rabszolgaságban élhetnének, de legalább élnének. És hivatkozik arra, hogy mert egyik, egyetlen nemzet, vagy népcsoport, vagy ország sem állt meg az asszírsereg előtt, mindegyik behódolt, és hát úgyis ez lesz a sorsa, szerencsésebb minél hamarabb. Engedni magukra ezt a, ezt a rabságot, ezt a, ezt a leigázottságot. És ezért kiállás nagyon kímbe van, nagyon-nagyon kímbe van, nagyon szorult helyzetben van. Elege van már az egészből, nem a saját életét félti, nem arról van szó, hogy ő nem válna áldozatává, hogyha azon múlna, hogy ő neki föl kéne magát áldozni, de a nép legyen szabad megtenni. De nem erről van szó, itt, itt nem egy kis váltságdíjról van szó, itt a nemzetnek a sorsáról van szó. És azért még hozzá kell tennünk, hogy abban az időben, az, mivel minden, még a pogány népek is vallásosak voltak, valamilyen isteneket imádtak. És teljesen természetes volt, hogyha az a gondolkodásukban, hogyha az egyik nemzet legyőzte a másik nemzetet, akkor ez azt is jelentette, hogy a, a győztesnek az istene erősebb volt a vesztes istenénél. Tehát nem csupán egy, egy hadsereg egy másik fölött győzött, hanem egyik isten a másik fölött. Tehát itt Izrael népének és ezékies királynak is ott volt, hogy Uram, de hát nem engedhetjük meg ezt a, ezt a szörnyedelmet, hogy, hogy ők azt gondolják, hogy az ő pogány isteneik, akiknek nincsen kezük, nincsen lábuk, nincsen fülük, akik szobrok, és ördögi erők állnak mögötte, nem lehet, hogy ők legyenek az erősebbek. Nem csupán ez volt a tétje, hogy a nemzet legyőzetik vagy szabadon marad, hanem a hitükről is szó volt, és az Istennek a becsületéről is szó volt. És ez a nyomás ott van ezékiáson. És megint bemegy az Isten templomába, viszi a levelet, és kiteríti az úrral, és azt mondja, Istenem, látod, hogy mi van ebben a levélben, és hallod a fenyegetésüket. És könyörű rajtunk. És akkor Isten üzenetet küld a proféta által. És akkor a proféciában az van benne, hogy ne aggódj el ezékiás. Meglátod pár nap múlva, híre hanva sem lesz ennek a hadseregnek. Több százezer ember ott van a város körül, és erre Isten, ne értsetek félre, Isten azt merészeli mondani, azt merészeli mondani, hogy majd ő elintézi a dolgot. Aki eddig nem intézte el, érted? Eddig nem intézte el, ott voltak már hónapok óta, Isten nem intézte el őket, most azt mondja, hogy ne aggódj, pár napon belül elintézem őket. Úgy, úgy mennek haza, hogy menekülnek, rohannak, vesztesen, és akkor kattog ezékiásnak az agya. Uram, hát, most már én csak a fantáziámat használom, hogy az enyém hogy kattogott volna. Uram, hát, ha eddig nem segítettél, akkor pont most. Uram, hogyha eddig nem cselekedtél csodát, akkor pont most. Isten meg azt mondja, pont most. Ami eddig nem mozdult el, majd most el fog mozdulni. Majd meglátod. És ott kattog ezékiásban a, a hívés, meg a nem hívés. A, annyira, a, annyira bekattantam már, hogy halucinálok, és annyira akarom, hogy Isten ezt mondja, hogy azt már ezt elhiszem. hogy Hihetek magamnak? Hihetek annak, amit hallok? Vagy nem hihetek annak, amit hallok? De Isten azt mondja ezékiásnak, hogy úgy fognak elmenni, és menekülni fognak. És majd meglátod. És azt mondja, hogy adok jelet. Adok jelet, hogy én nekem nem csupán erre a harci helyzetre van tervem, hanem a jövőre is van tervem. És a jel az három éven keresztül fog történni. Az egy, úgy fog kezdődni, hogy eltűnik ez a sereg, és akkor a, ebben az évben ö, találtok a mezőn annyi ö, gabonát, meg a szőlőkertekben még annyit, hogy abból élni tudtok. És még a jövő évben is lesz annyi, ami majd lehullik a földre, hogy újra kihajt. Úgyhogy most a következő két évben csak össze kell szedni magatokat, és aztán a harmadik esztendőben lesz az, hogy majd arassatok, és vesetek, és bocsánat, vesetek, szántsatok, vesetek, és arattok, ültesetek szőlőt, és aztán egyétek a gyümölcsét. Ez lesz a jel. Három éven keresztül látni fogjátok, hogy hogy én hogyan működök, mert az Úr buzgalma viszi végbe majd ezt. Hogy elviszi a hadsereget vesztesként, és utána két évig ingyen tart benneteket, sőt annyira, hogy a harmadik évben is, mire az aratás eljön, még mindig jól fogtok lakni abból, amit a mezőn találtok. Hát ilyen nem igen volt, ilyen nem szokott lenni, de azt mondja Isten, hogy ezt az ő buzgalmat, úgy olvasjuk, hogy féltő szeretete, a Károliban az úrnak a buzgó szerelmét mondja, Igazából se a szeretet, se a szerelem nincsen benne az eredeti szóba, hanem az van benne, hogy féltékenység. Hogy féltékenység. És ne csupán abban a féltékenység, hogy ilyen szerelemféltés, hanem, hanem amikor valaki, akit egyébként szeretsz, és látod, hogy bajba van, és tudod, hogy te pedig tudsz neki segíteni, és ki tudod húzni a bajból, és minden követ megmozgatsz, hogy neki segítsél. Miközben cselekszed, nem a szeretet érzed, hanem igazából egy, egy energiadózist, egy, 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 izzást, egy, egy, egy cselekvési készséget, és mindent megmozgatsz, és inat szakadtáig segíted. Gyakorlatilag szeretet van az egész mögött, de menet közben nem szeretetet érzel, hanem egy egy izzást, egy szenvedélyességet, egy buzgalmat, egy, egy harciasságot, egyfajta féltékenységet. Féltőn szereted, és ezért minden követ megmozgat. És ez a, ez a, szó, ez a, ez a, a, a zelóta, az ebből a szóból származik, tehát ezt, 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 a harcias buzgalmat, ezt a mindenen keresztül való törtetést, azért, hogy annak a valakinek segítsél. Azt mondja, az úrnak ez a buzgalma, ez fogja ezt véghez vinni. Elviszi a hadsereget, és ellát két évig, egészen, hogy a harmadik Év, míg az aratás nem történik meg addig. Ezt el kell hinnie itt ezékiásnak. El kell hinni, hogy Isten ezt, ezt megcselekszik. És hát másnap reggelre látja, hogy hadsereg, csak halottak fekszenek, 185 ezer embert Isten angyala egy éjszaka, hogy le kaszált, aki meg időbe kapott észbe, az meg elszaladt. És hihetetlen dolog az, ami másnap reggelre történik. Tehát, de ezért nem olvasta a kettő királyokat. Hát őnek ezt előre kellett elfogadnia. És Isten ad neked is egy hitet arra, hogy el tud fogadni, hogy azok az ígéretek, amelyeket ő már megadott neked, és valahol a szíved mélyén őrzöl ígéreteket Istentől, belül a szíved mélyén, csak még eddig nem valósultak meg ezek az ígéretek, de ott hordod belülről, és valahogy annyira mélyen tudod, hogy ezt Istentől kaptad, hogy Isten mondta, és igaz, hogy nem láttad még ennek a megvalósulását, és van benned kételkedés, hogy vajon Isten ültette be azokat az ígéreteket a lelkem mélyébe, vagy én magam találtam ki, és annyira hinni akarok benne, hogy, hogy inkább körömszakadtáig ragaszkodok, de amit Isten ültetett bele, azzal kelsz, azzal fekszel. Az akkor is eszedbe jut, amikor, amikor nagyon mélyen vagy, akkor is eszedbe jut, amikor semleges dolgok történnek, az ott belül benned ott van. Mert amikor Isten beletesz valami, valami ígéretet a lelkedbe, akkor azok ott vannak, és ott vannak, és ott vannak, és ott vannak. És Isten azt mondja ezekre az ígéretekre, vagy némelyekre ezen az ígéretek közül, hogy az Úrnak a buzgósága hozza a kitartást és hozza a hitet a te számodra, és hozza a megvalósulást. Na most, hát ez, ez az, az ige, most a mi szemszögünkből csak történetből kiragadva, csak maga a profécia, hogy Isten három év jelet adott a mi számunkra, és gondolj vissza 2011-re, meg 2012-re, ez volt az első kettő. Hogyha végig gondolod az eseményeket, amelyek a gyülekezetben történtek, események, amelyek a családodban történtek, hát ha nagy mérleget vonsz, akkor úgy azt kell mondani, hogy de nem is igazából tudod, hogy, hogy, hogy éltük túl ezt az időszakot, de valahogy olyan jól, valahogy nem is. Voltak benne jó dolgok, nehézségek, de olyan jó közérzettel, valahogy olyan reménységgel, valahogy nagy duronások nem történtek, és mégis úgy érzed, hogy, 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 Isten gondoskodott rólunk, hogy, hogy túl a, a nehézségeken, hogy kaptunk kimenekedést. Végül is, végül is itt vagyunk 2013-ban, figyelj ezeket, gazdasági válságot túléltünk eddig. Ha nézzük a gyülekezetünknek az anyagi helyzetét, majd február közepén lesz egy olyan beszámoló testvéri amikor a 2012-nek a pénzügyi mérlegét úgy, úgy át, átnézzük, figyelj, egész jó kijöttünk ebből a válságos évből. Anyagilag egész jó kijöttünk. Pedig egy drága pásztorunk van, ugye, akit fizetünk. és, és a gyülekezet tudta finanszírozni saját magát, a költségeit, a misszióját, fizette a lelki munkást, van tartaléka a válságban. Minden kötelezettségünknek eleget tettünk. a válságban ha csak ezt az anyagi oldalt nézzük, Isten velünk volt, és velünk van. És mehetünk tovább. Hogy hogy miben látjuk azt, hogy Isten velünk van? Na most, ez, ez az a két év volt, amiben, ami a mezőn termett, abból éltünk. És Isten azt mondja, hogy na most jön a harmadik év. Ebben a harmadik esztendőben egyrészt még élünk abból, ami csak úgy van. De azt mondja Isten, hogy ebben az évben vessetek, és arassátok le. Ültesetek szőlőt, és egyétek annak a gyümölcsét. Egy picit meg akarom nézni veletek azt, hogy mit is ért Isten a Bibliában vetésen és aratáson, mit ért szőlőültetésen és a szőlőnek a gyümölcsözésén. Hogyha az Úr Jézusnak a példázataihoz, vagy az Úr Jézusnak a történeteihez megyünk vissza, akkor a Samáriai asszony nyal, amikor beszélgett az Úr Jézus János Evangélium 4. fejezetében, ott szó van az aratásról. Beszélget Jézus a Samáriai asszonya, a tanítványai ugye elmennek, hogy ennivalót vegyenek, visszajönnek, látják, hogy Jézus beszélget egy nővel, aki egyszer csak elszalad a falujába, és kihívja az embereket Jézushoz. És azt mondja az Úr Jézus, hogy János evangéliuma 4. fejezetének, a 35. versében, hogy vajon ti nem magatok, mondjátok é, -e, hogy még négy hónap is jön az aratás, imént mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Látja, hogy emberek jönnek ő hozzá, és azt mondja, hogy na ez az aratás. Ezek az emberek az aratás. Valakik az ő számukra, már a vetést elvégezték, és most ezek az emberek, akik jönnek Jézushoz, ők az aratás. Vagyis, mikor Jézus vetésről és aratásról beszél, akkor arról beszél, hogy, hogy Isten az ő beszédét, az ő igéjét, az ő szándékait elmondatja valakiken keresztül az embereknek. Azt mondja Jézus, hogy az Isten beszéde, az a vetőmag, az emberek szíve meg a szántóföld, és amikor befogadja valaki az Istennek az igéjét, Istennek a beszédét, amikor hitre jut, akkor a mag az kikel, és az le lesz aratva. A vetés az az igének a hirdetése, az evangélium hirdetése, az evangélium megosztása másokkal, az aratás pedig, amikor hitre jutnak emberek, megtérnek, és jönnek az Úr Jézushoz. Vetés tehát, ami, vagy a valakiknek az, a, nem is a prédikálás, hanem az, az Isten igének a megkérdetése egy személyes bizonyságtételben, egy levelezéses bizonyságtételben. Amikor megosztod a hitedet, amikor, amikor emberek számára igét osztasz meg, a bűnök bocsátát hirdeted, a szabadulást hirdeted, és és ahogy ő benne, ez a folyamat történik, ahogy ezen gondolkozik, ahogyan az érzelemvilága belül alakul, ez a maga Földben, a mag sorsa a Földben. De egyszer csak kibújik, és egyszer azt mondja, hogy, hogy lehet, hogy nem is annyira abnormális az anyám, hogy valam, valakiben hisz. Látom, hogy hívő. Most még csak verset keresgetek az ő számára, de igazából már ez a, a mag már mocorog a Földben is. Ki tudja, mikor egyszer csak azt mondja, azt a hitet én is követnek, romám az anyámnak a hite. Megérte előttem. Vagy a szomszéd szomszédasszonyom, vagy, vagy valaki a kollégáim. Éppen tegnap uh, hallottunk nagyon jó bizonyságot arról, hogy kakasdon az anuska bizonyságot tett. Há, fűnek, fának is, ugye, sok mindenkinek. És egy páran megtértek, és azt kérdezik, hogy mikor lesz pakson bemerítés, meg jönnek bemerítkezni. Mondtuk, oké. Okay. Húsvétkor bemerítés lesz, nem kérdés. Lehet jönni bemerítkezni. Tehát nem tudni, hogy hogyan történik ez a, ez a magnak a sorsa az emberek lelkében, de egyszerűen csak hitre jut és hisz Krisztusban. És megváltozik az élete. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ti beálltatok most azoknak az aratásába, akik el, meg, elvégezték a vetést. Ez a samáriai azt mondja, hogy elszaladt a faluba, Elmondta, hogy itt van a Krisztus, aki mindent elmondott, kicsődültek az emberek, és mondja Jézus idős tanítványoknak, hogy na hát ti fogjátok őket bemeríteni, ti fogjátok őket tanítványja nevelni, ez a ti dolgotok. Az asszony volt a vető, ti meg az arató. Más a vető, más az arató. Ti beálltatok valakinek a munkájába. Tehát az, a vetés aratás így az evangélium megkérdetése és az embereknek a megtése. Az új megtérők, ez az első aratás. És az Úr ezt mondja most nekünk. Ebben az évben versetek és arassatok. Majd ahogyan a gyülekezeti programjainkat is láthatjátok, és a különféle jellegű feladatainkat, akkor ezek között egyre gyakrabban fogunk arról beszélni, hogy még inkább meg kell osztanunk az Úr Jézusról szóló örömhírt a körülöttünk levő embereknek. A családtagjaink, a kollégáink között. Bár éppen hallott vagy olvastam egy, egy könyvben egy nagyon aranyos mondatot, hogy Könnyebb szentnek lenni, mint egy szentel együtt élni. Mert, hogy néha annyira szentek vagyunk, hogy megfojtjuk a mellettünk levő embereket. Térjél meg, térjél meg, térjél meg. Az ige ezt mondja, az ige azt mondja, és már menekül szerencsétlen. Mert úgy érzi, hogy megvan, megvan folytva. Tehát meg kell tanulnunk úgy szentnek lenni, hogy lehessen velünk jól is élni a környezetünknek. De az sem jó, hogy annyira nem akarunk, nem akarjuk megfojtani a többieket, hogy nem is hallanak az ígéről, meg az evangéliumról körülöttünk levők, hát mi majd az életünkkel akarunk csak tanulságot tenni. Azért a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten igéje által. De ebben az évben figyelj arra, hogy vessél, vessél. De arassál is. Legyen az a hited, és növekedjen benned az a hit, hogy Isten dolgozni fog azokban az emberekben, akikkel te így az Isten igéjét megosztod. Dolgozik bennük. És kikelnek a magok. És hogyha kikeltek a magok, akkor ez munka. ez le kell aratni. Most történetesen itt a, a, a a erről beszéltünk, hogy mit csináljunk Kakasdon. Van ott három-négy új ember. És még ki tudja, mennyi jön. El kell menni, na de 50 kilométer. El kéne menni havonta egyszer-kétszer, 40 forint per kilométer, idő, kimenjen, kicsinál. Hát van munka vele. De nem csak örülni, hogy hú, kikelt, jaj, de jó, kikelt, jaj, de jó, megtértek, jaj, de jó. És akkor, jaj, de jó. És hogyan tovább? Jaj, de jó. Még mindig jaj, de jó. Van egy öröm, de van egy munka, hogyha vettek, az kikel, és arasatok. Tehát Foglalkozni kell azokkal az emberekkel, akik megismerik az Urat. Úgyhogy kedveseim Jézus munkára hív bennünket, a vetés munkájára, hogy hirdessük az evangéliumot, meg az aratásra is, miután beszélsz embereknek, és kezdenek hitre jutni, akkor be kell gyűjteni a termést, le kell aratni. Persze nem minden egy az egyben úgy történik a Szellem életben, meg a hit életben, mint ahogy mondjuk a mezőgazdasági gyakorlatban, de ezek hasonlatok. Hasonlatok. Tehát most learatjuk az embereket, mit csinálunk akkor, begyűjtjük a statisztikát, vagy... vagy... Tehát nem minden pont úgy van most. Halászuk vagy vadászuk az embereket. Tehát ha kihalászunk, mit csinálunk vele? Hát a halat, azt lecsapjuk. Most lecsapjuk azt, akit Jézushoz vezettünk. Tehát nem, nem egészen így, nem mindenben használhatók ezek a hasonlatok, de talán értjük a lényeget vetés, az evangélium hirdetése, aratás, az új megtérőket, ővelük foglalkozni kell, rájuk oda kell figyelni. Úgyhogy ebben a, az évben látni fogjuk ezeknek a gyümölcseit. Várhatod, imádkoz is érte, hogy történjenek ezek a magvetések, és hogy az Úr adja a növekedést, mert a vetés az magától nő, magától idézőjelben, megvan adva minden környezeti tényező hozzá, és az aratás az pedig, hogy jönni fognak az új megtérők. Jönni fognak az új megtérők. Jönni fognak. Lehet, hogy nem mindenki a gyülekezetbe jön, mert nem biztos, hogy hogy kellően föl van kész, hogy a gyülekezetben már eljárjon, de jönni fognak az új megtérők, a szolgálatod nyomán. Ahogy képvisel az urat, jönni fognak. És neked kell velük foglalkozni. Úgyhogy itt Jézus mondja is, a ö, következő igében a Máté Evangélium a 9. fejezetben. Olvassuk jó ezt is a Máté 9-ből a 35 Én azért imádkozom, hogy Uram, küldjél munkásokat az aratásba. Nyilván a vetésbe is kell küldeni, mert úgy, úgy, lesz csak aratás. Hogy Isten téged küld abba, hogy legyél az aratásnak a munkása. Te tudsz foglalkozni egy olyan emberrel, aki hitre jut a környezetedben. De tudsz foglalkozni, és neked kell, hogy foglalkozzál vele. Ahó, tehát neked kell, hogy foglalkozzál egy-egy olyan emberrel, aki a te szolgáltad nyomán megismeri az urat. Ne passzol, el, á, én nem, majd valaki más. Segítünk abban, hogy felkészítsünk, hogy te magad tudjál foglalkozni egy-egy ilyen emberrel. Mert itt ebben a szakaszban, amit, amiből idéztem most itt a Máté 9 ből Jézus látta a sokaságot, megszánta, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül, és ekkor így szólt a tanítványaihoz, az aratni való de a munkás kevés, kérjétek át az aratás át, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Látod az embereket magad körül, látsz embereket, akiknek szüksége van az Úr Jézusra. Látsz embereket. És sóhajtozol, uram, de jó lenne, hogy ezek megtérnének. Jaj, de jó lenne. De tudod, hogy amikor megtér, és Krisztus beköltözik az életébe, akkor kezd megváltozni. De Isten téged fog használni arra, hogy te legyél az, aki ő nekik Jézus Krisztusról beszélsz. Te téged használ, és abban is, hogy a te szavadra higgyenek. És abban is, hogy a te segítségeddel megtegye akár az újjászületésre vezető legfontosabb lépéseket, hogy behívja Jézust az életébe. És utána, mivel te veled van kapcsolata, te tudod őt tovább segíteni. Most azt mondod, hát de még soha nem csináltam ilyet, vagy nagyon régen csináltam ilyet, izgulok, feszülök, meg hát nincs is erre nekem időm, meg hát én nem vagyok erre képes, meg felejtsd el azokat a dolgokat, hogy miért nem vagy rá képes, de hogy nem vagy rá képes, hogy ne lennél rá képes. Van, aki jobban képes, persze, mint te, de te is képes vagy. És kérd az aratás urát, hogy téged ebbe az aratásba küldjön el, és küldjön munkásokat az aratásba. Szóval lesznek olyan emberek, akiknél nem tevetettél, de te fogod aratni, és lesznek olyanok, akiknél tevet más arat, és lesznek olyanok, akiknél tevetsz, és te aratsz. Ez az esztendő egy ilyen aktivitásnak az időszaka lesz a te számodra, mint személy számára, és a mi számunkra, mint gyülekezet számára. Nem nagy hatalmas evangelizációs kampányokat fogunk szervezni, mert nem, hanem a természetes kapcsolatainkba jobban bele fogjuk vinni az Istenről való beszélgetést, az evangéliumot, a Krisztusnak a megismertetését. Természetes módon. Természetes módon. És öntözni fogjuk ezeket imával, szeretettel, és látni fogjuk ennek a gyümölcsözését, az aratását, jönnek az új megtérők, és együtt fog örülni az arató, meg a vető. Szóval az új megtérők, ez az aratás. Nagyon jó évnek nézzünk elébe, emberek. Nagyon jó évnek nézzünk elébe. Úgyhogy van egy, egy elhatározásunk, egy, egy új csoportot fogunk kinyitani február 24-én. Az lesz a neve, hogy Életcsoport. Vasárnap délutánunként egy másfél órás összejövetel lesz ez, az Életcsoport öt egymás követő vasárnap délután, és ebbe a csoportba hívjuk azokat az érdeklődőket, akik az Úr Jézus iránt érdeklődnek. Akár eljárnak a gyülekezetbe és érdeklődők, akár nem járnak el a gyülekezetbe, de érdeklődők. Jövő héten már kész lesznek azok a kis szóró lapocskák, vagy, vagy tájékoztatók is lapok, amin ő, erről a legfontosabb információkat megosztjuk, és és lehet elvinni, és mondjuk akiket meghívtatok mondjuk a női reggelire, vagy a kreatívra, azoknak oda lehet adni, hogy emlékszel, legutóbb, mikor itt voltál akkor, na most csinálunk, indítunk egy ilyen csoportot, rajta lesznek a témák, hogy mi lesz ennek a beszélgetés, Ezek beszélgetések, az életcsoport beszélgetések. Nyilván az élet valamilyen helyzetéből kiindulunk, és az Úr Jézusra akarunk rámutatni, minden alkalomnak a. a, a a fókuszpontja az, hogy, hogy hogyan tudjuk a figyelmet az Úr Jézusra irányítani. És akik az Úr Jézus iránt érdeklődnek, már pedig sok mindenki érdeklődik, azok közül némelyek reményeink szerint konkrétan ezek alatt az életcsoport alkalmak alatt hitre fognak jutni. Úgyhogy azért is tűztük ki bemerítkezésnek a, a húsvétot, mert már vannak rá jelentkezők, meg hát még ebből az életcsoportból egy páran ö, csatlakozhatnak. Úgyhogy az első negyed évnek lesz egy ilyen jó kis programja, és ebbe is hívunk mindenkit munkatársként, hogy, hogy gyere, vegyél részt benne a meghívásokban, és hát nyilván némelyekre szükség lesz, hogy majd a csoport alkalmakat is segítsenek lebonyolítani. Tehát lesz aratásnak munkája, és munkásokat kérünk majd ebbe az aratásban. Tehát a harmadik évben pedig vessetek és arassatok. Ültessetek szőlőt és egyétek annak gyümölcsét. Hogyha azt nézzük meg, hogy a szőlő, meg a szőlőültetés, meg a szőlő gyümölcséről hogyan beszél Jézus, akkor szintén a János Evangéliumához kellene lapoznunk. A 15. fejezet, János Evangélium 15. fejezet, ott azzal kezdi az Úr Jézus, hogy én vagyok a, az igazi szőlőtő, az atyám a szőlőműves, és ti vagytok a szőlővesszők. És a szőlő tőke, vagyis az Úr Jézus úgy terem gyümölcsöt, hogy a szőlővesszőkön keresztül. És azt mondja, hogy ezek mi vagyunk a szőlőveszők. Mi vagyunk a szőlőveszők. Ezt a tanítványainak mondja. Nem a, az átlagos embereknek, mondjuk, akik az utcán jöttek, mentek, és nem azoknak, akik ö, futottak Jézus után, aztán meg eltávoztak Jézustól, meg nem azok, akik éppen csak most érdeklődnek Jézus után, hanem a tanítványainak mondja, hogy ti vagytok a szőlőveszők, és akkor terentek gyümölcsöt, hogyha én benne maradtok. Mikor arról van szó tehát, hogy ültetni szőlőket, és enni annak gyümölcsét, akkor itt a, egy tovább lépésről van szó, azokat az embereket és saját magunkat is Krisztus követőivé kell, hogy formáljuk és neveljük. Krisztus követőivé. A tanítványok attól lettek tanítványok, hogy követték Jézust, hogy mentek utána, együtt éltek vele, látták, mit csinál, hallották, mit mond, és alakultak és formálódtak. És itt a János 15. fejezetében Jézus, itt az első nyolc versben végig erről beszél. És itt a nyolcadik versben, a János 15., illetve a hetedik versben azt mondja, hogy ha megmaradtok én bennem, és a beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit kértek, megadatik nektek. És az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesznek. És akkor a tanítványaim lesznek. Megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak bennetek. Ekkor vagytok a tanítványaim, és ekkor lesztek lesznek gyümölcsözők. És ekkor sok örömötök lesz, és ekkor az én atyámnak dicsősége lesz. Vagyis hív bennünket az Úr arra, akik már régebb óta hívők is vagyunk, vagy akik éppen frissen megtérnek, Legyünk Krisztusnak a követő tanítványai. És azt mondja, hogy ha énben nem maradtok, és az én beszédeim ti bennetek megmaradnak, akkor lesztek a tanítványaim. De az én beszédeim benetek megmaradnak, akkor lesztek az én tanítványaim. Gyerekkulunkra mindannyian emlékszünk, akárhány évesek is vagyunk, és hogyan vezettek bennünket a szüleink a beszédükkel. Emlékeztek biztos dolgokra, amikor megmondta az apánk, megmondta az anyánk, és ezek elkísérnek bennünket még öregkorunkban is, hogy mit mondott, mit mondott, és ott cseng most is a fülünkben. Ha ez nagyon tanulságos és pozitív volt, azért cseng a fülünkben. Hogyha ez még nagyon fenyegető volt, azért cseng a fülünkben, de a beszédükön keresztül hatást gyakoroltak ránk, és formálták a gondolkodásunkat, és formálták a viselkedésünket. Néha a hatás növelése érdekében bizonyos cselekvésekkel megsegítették a beszédet, de általában az, megmondtam, fiam, hogy emlékeztetlek. De megmondtam, megmondtam, megmondtam. A beszéd, ami a szüleinek a szájából kijött, ennek az volt a célja, hogy ránk hatást gyakoroljon, alakítsa az elgondolásainkat, és ezek alakítsák a cselekvéseinket. Alakítsák a jellemünket, a viselkedésünket, a beszédünket, a gondolkodásunkat, hogy minket alakítsanak azok a beszédek, amiket hallunk. Fizikailag, testileg mondjuk a növekedésünket nem tudták alakítani a beszédükkel. Tehát tömtek belénk az ennivalót, de nem azért növekedtünk, mert, mert agyon ettünk magunkat meg, attól se növekedtünk kevésbé, hogy keveset ettünk. Tehát bizonyos cselekvése, vagy bizonyos folyamatokra az életünkben nem volt hatással a beszéd, mert nem arra szólt. De már arra, hogy fiam, vág le a hajad, fiam, vág le a körmöt, fiam, mossál kezed, fiam, cseréld le a ruhádat, fiam, ne így, fiam, ne úgy. Tehát sok mindenre igenis hatással volt, és alakította bennünk az, hogy hát fiam, a testvéreddel nem így kell bánni, fiam, ajándékot vegyél a, a, a szüleidnek karácsonyra, fiam, így, fiam, úgy. Az, a, a, kultúránkat, a viselkedésünket, a, a szokásainkat igenis alakította az a beszéd. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha az én beszédeim bennetek maradnak, mi történik be velünk, ha bennünk maradnak a Krisztusnak a beszédei? ha alakulunk. Alakul a gondolkodásmódunk, alakul a hozzáállásunk, alakul a viselkedésünk, alakul minden, ami a mi ami kisugárzásunk. Alakul a jellemünk, a természetünk. Nyilván az a cél, hogy engedelmeskedjünk annak a beszédnek, ha nem tennénk akkor nyomatékot ad Isten. Vannak is. és annyi ezzel kezdte. Mint aki, az atya, aki szerette a fiát, nyomatékot ad a beszédnek. Hogy hatékonyabb legyen az a beszéd. És azt mondja az Úr, hogy ha benne maradnak az, a beszédei, akkor leszek az ő tanítványa. Vagyis, ebben az évben nekünk saját magunknak is Tudatosabban szükséges, hogy, hogy bizonyos beszédeknek az Isten igéből jobban engedjünk, mint ahogy eddig. Vannak, amiket megcsináltunk eddig is mindig. De vannak, ami, ami úgy, úgy fönnakadt. Amit mindig úgy kikerültünk eddig. Nem azért kerültünk ki, mert. mert, mert Szóval azért kerültük ki, mert az kényelmetlen volt, nagyon hozzánk nőttek a dolgok, túl nehéz volt vele elbánni, és csak úgy hagytuk. Az édesapám asztalos, és tanított gyalulni, kézi gyalúval deszkát. És hát főleg ugye a fenyő anyagatban, a, a, a görcsök, azok sokkal keményebbek. Tudod, ahol kinőttek az oldalágak a fenyőből, annak a helyén, a törzsben, ott, ott ilyen görcsök vannak. És amikor gyalulásról volt szó, valahogy mikor a görcshöz értek, akkor megakadt a gyalú. És ott nagyobb erőt kellett kifejteni, hogy, hogy az a gyalú az úgy, úgy elvigye a görcsöt, is. egyszerű volt kikerülni. Tehát úgy elmenni a görcsmetik is kanyarral, de hogyha hatodik, hetedik, nyolcadik húzásnál az ember elment a görcs mellett, és a többit meg gyönyörűen simára gyalult, és élvezte, hogy fú, az nagyon frankó, megy ez a gyalulás. A görcs már 3-4 mm kim volt a többitől. És hát apukám nem volt megelégedve, hogy hát a többit azt mind legyalultam. mert hát az csak 3 négyzetcentiméter volt az a görcs a 80 négyzetcentiméteres deszkán. Hát az semmi, az, az arányaiban az, az nem sok. Szóval ez nem sima. De ha sokkal nehezebb, nem baj, akkor is meg kell csinálni. Szóval lehet, hogy simára gyalultál az életedben már sok mindent, és nagyon elégedett vagy, meg, meg azt mondod, hogy ennek, ezzel Istennek is elégedettnek kell lenni, meg az embereknek is. Csak ahol görcsös, ott, és úgy hagyod, ott beleakad a másikba. Ott, ott sérüléseket okoz másokban, ott sebesüléseket okoz, ott karcol másokat, ott na nem kéne, hogy ott legyen, de eddig meghagytuk. Most az Úr azt kéri tőlünk, hogy maradjanak meg az ő beszédei bennünk, és küldjük neki a gyalut azoknak a görcsöknek. Akárhány éves vagy, egy-két görcsöt Isten meg fog mutatni, hogy mit akar ebbe az évben legyarulni. Az időbeosztásban, a hozzáállásban, az engedelmességben, vagy a szokásokban, valamiben Isten megmutatja, hogy hogyan lehetsz te az ő tanítványa. És azt mondod magadban, de hát annyira imádkozom, hogy legyen gyümölcsöz az életem, Krisztusi jellemet szeretnék, szeretném, hogyha az emberek megtérnének a bizonyságtételemre, meg Isten meghallgatna az imádságomat, meg jobb ember szeretnék lenni, meg és sorolhatjuk, hogy mit szeretnénk gyümölcsként, és látjuk azt, hogy nem történt meg sok minden, amit szeretnénk. Azt mondja az Úr, hogy ha megmaradnak az én beszédeim bennetek, ha megmaradnak, ha megmaradnak, akkor fogtok gyümölcsöt teremni. Lehetséges, hogy Isten azért tart vissza bizonyos gyümölcsöket az életedben, akár az anyagi területen, az egészséget területén, a másokra való hatásodnak a területén, meg meghagytál görcsöket. És azt mondja az Úr, azzal el kell bánni, és azzal elbánsz, adni fogok egy sikert, adni fogok egy gyümölcsözést, adni fogok egy győzelmet. De ebben az évben Isten bennünket jobb tanítványá szeretne tenni, és kérd az Urat, Uram, mutass rá arra, amivel, amiben amivel kapcsolatban ebben az évben lesz munkánk, amivel most kell elbánnom ebben az évben. Szóval a tanítvány az a szőlővessző. És Isten akarja, hogy ne csupán az új hívők jöjjenek, és jöjjenek, és jöjjenek, hanem az új hívőkből tanítványok legyenek. A gabonából szőlő legyen. Érdekes ez a mennyei evolúció, hogy a gabonából lesz a szőlő, hogyha megmaradtok bennem, is, a beszédeim bennetek maradnak. Ha megmaradtok bennem, és a beszédeim bennetek maradnak. Ebben az évben te magad is tudsz fejlődni a tanítványságodban, és kell fejlődnöd, de akiket Krisztushoz segítesz, azoknak az életében te segíted ezt a tanítványjá létet, tanítványa nevelést. Jó munkát! Jó munkát! Ha visszatérünk ez az alapigéhez, a kettő királyok 19, akkor a 30. versben azt olvassuk, hogy akik megmenekültek és megmaradtak Judaházából, azok újra gyökeret vernek len, és gyümölcsöt hoznak fön, Azt mondja, újra, újra, újra. Ez azt is jelenti, hogy vannak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak úgy beleépülni a gyülekezetbe. Mondjuk ebbe, vagy egy másikba. Ez úgy sehol. Érdekes volt most a rádió adás után, többen hívtak föl, és meg volt, aki még írt is, és kicsengett egy, egy pár ilyen gondolat, hogy én nem tartozom sehová, van vallásom, vagy van egyházam, va, va, lenne hová, de én nem, és megindokolta, hogy miért nem. Az egyik azt mondta, hogy a mi vallásunknál rosszabb nincsen, mármint az övénél. És kezdte szidni az övéit, hogy miért rosszak. Hát mikor hallgattam, mondtam, hogy lehet, ha én ott lennék, és ez a néni mellettem ülne, én is rossznak tartanám. Mert az az egész lelkület az annyira rossz volt, ami kiárad belőle, hogy nem volt kellemes. A másik tanácsot kért, és kérte hogy konkrétan, hogy két másik, felekezetről mondjunk véleményt, mert ő, hát ő, őt érdekel mi véleményünk. Aztán megegyeztünk, hogy te, hogy írunk semmit véleményt, mert most azt akarja, hogy magunkat tüntessük, hogy bezzeg mi mennyivel. Mert nem az volt a cél, hogy valóvá be akarna olvadni, hanem még egy pár ismerettel szeretné az elméjét megtölteni, és akkor majd ő eldönti, hogy, hogy hát hova szeretne. De Sohasem fogod megtalálni a tökéletes gyülekezetet. A tökéletes felekezetet sohasem fogod megtalálni. Mert hogy van-e tökéletes család? Tökéletes család. Hát van a másé. A másé. A miénknek látjuk ezt a hibáját, meg azt, és az értékeit, meg hát annyira nem látjuk, vagy éppen annyira csak az értékeit látjuk, hogy nem veszük észre, hogy mindenkin tarolunk, mert mi annyira tökéletesek vagyunk, és pont azért nem vagyunk tökéletesek. Nincsen tökéletes család. És mégis ebben a sok tökéletlen családban fölnő egy pár milliárd nagyon értékes ember. Fölnő, sok milliárd nagyon értékes ember a sok tökéletlen családból. Na most, ha nincsen tökéletes már pedig nincsen, nincsen tökéletes gyülekezet sem. És mégis ebben a sok tökéletlen gyülekezetben fölnő az Istenek az igaz népe. Fölnő az Isten igaz népe. A gyerekeinknek elég sok barátjuk van. Sokféle családból. És hát mi azért, hogy szülőként pláne bele lehet látni más szülőknek, a nevelésébe, vagy egy más családnak, mondjuk, hogyan osszák be a pénzüket, az idejüket, vagy a figyelmességüket. És ahány család, annyi szokás. Ha még megnézzük, hogy, hogy, milyen ízesítésű a konyhájuk, és ki milyen figyelmet szentel mondjuk arra, hogy mivel táplálkoznak, hát ott végképp számtalan szokások vannak. És ugye azt gondoljuk, hogy ami nem olyan ízesítésű, mint hogy a mi anyánk főz, hát az, az nem normális étel. Hogy nőnek fel attól azok másik családban gyerekek? Hogy, hogy, lehet attól a kajától így fölnőni? Hát nem is tudom. Vagy hogy lehet attól a nevelési elftől, vannak gyerekek, akik szajkozzák a szüleiknek a vicceit. És tudod, mikor már 80 adjára hallod a gyerek a szülő viccét, már unod. De egész normális gyerekek nőnek föl. Egész tap, és egy idő után elhagyja a szülőnek a viccét, mikor már saját vicceit meg tudja csinálni, akkor már nem az apjáit használja, hanem a sajátjait. És kiderül, hogy egész jó humorérzék alakult ki azokon az idétlen vicceken. Hogy lehet ez? A sok tökéletlen családból nagyon nagyszerű gyermekek nőnek föl és felnőttek válnak. És hasonlóképpen a gyülekezetekben is. Lehet, hogy a teológiájával, vagy a doktrinájával, vagy a gyakorlataival ebben nem értesz egyet, meg abban, meg ő sem ért velünk egyet. Senki se tökéletes, senki se. És mégis föl tudnak benne nőni Istenhez nagyon is erősen ragaszkodó, Szívükben Isten szerető, gyakorlatilag Isten jóságát megélő emberek, akik körül pedig fölnőnek olyan gyerekek, fiatalok vagy mások, akik követik az Urat. Ahogy lehet ez? Mert ez Istennek a munkája. Mert van egy olyan magától növekedő vetés, magától. Benne van az Istennek a természete ebben az egészben. És Isten arra is hív sokakat ebben az évben hogy verjenek gyökeret lent. Verjenek gyökeret. Adják magukat ahhoz a gyülekezethez, ahol vannak. Adják magukat. Ez közülünk is szól, meg akik nálunk megfordulnak, nekik is szól, meg másoknak is szól. És bátorítólag, hogy amikor találkoztok olyan emberekkel, akik keresgettek maguknak gyülekezetet, és már nyolc éve keresgetett gyülekezetet, mondd meg neki, hogy ahova most vasárnap elmész, maradj ott tíz évig. Verjél gyökeret. Mert hogyha nem versz valahol gyökeret, sehol nem fogsz meggyökerezni. És sehol nem tudsz Krisztus követő tanítvány lenni. Kedveseim, tudom, hogy nem kell nektek mondanom, de azért, azért mondom, hogy tudjál másokat is ezzel bátorítani, és hittel bátoríts. Nem lehet egészséges keresztény életet élni gyülekezethez való meggyökerezés nélkül. Nem lehet. Nem lehet. Nem a tökéletes gyülekezethez való tartozás jelentő tökéletes keresztény életet élsz. Bármelyik gyülekezethez, ahol legyökerezel, és azt mondod, uram, itt vagyok, itt akarlak szolgálni, itt akarok fény lenni, világosság, itt akarok tanítványokat képezni, adom magamat ahhoz, ami ott történik, segítem, áldom, viselem a nehézségeit, szégyelem a szégyenét, semmi gond, adom magam hozzá, ott Isten meg fog áldani. És ez legyen bármilyen felekezeti, kereszt, vagy vezeték, vagy keresztnevű, teljesen mindegy, hogy melyikhez. Teljesen mindegy. Ahol a Krisztus hirdetik, bármelyikhez legyőkerezhetsz. Ha itt vagy, akkor legyél itt. De ha máshol vagy, verjél már gyökeret máshol. És bátorítsd erre az ismerőseidet. Gyökerezzen már le valamelyik gyülekezetnél. Ne szálljon egyikről a másikra, és évenként egy másikat próbál ki. És majd 30 év múlva eltűnt, hogy melyik is volt a jobb. Nem lehet egészséges keresztényetet élni gyülekezeti hovatartozás is ott levés nélkül, ugyanis, ugyanis Isten mibe minket arra hívott el, hogy, hogy, egy hadsereg legyünk, vagy egy család legyünk, vagy egy ország legyünk. Tehát egy testület, ahol ha fa, fák lennénk, azt mondom, Isten nem arra hívott el bennünket, hogy magányos cédrus legyünk a mező közepén, hanem az erdőnek a fái legyünk. Az erdőnek a fái legyünk. Ahol ott van mellettünk nem messze a másik, és alakulni kell hozzá. És alakulni kell hozzá. És egyfele növünk fölfele. És akkor, erdőmérnök vagyok, elhihetitek nekem, egy fa akkor tud jól fölfele nőni, ha nem engedik oldalra nőni. Még egyszer mondom, egy fa akkor tud jól fölfele nőni, ha nem engedik oldalra nőni. Mert hogyha az oldalra növésben fejleszti, használja az energiáit, akkor nem tud fölfele nőni. És lehet, hogy hosszú év alatt magasra is nő, de senki nem bír meg lenni körülötte. Ismerek egy jó ilyen magányos célus embert, nagyon szeretik az Urat. Borzasztóan szeretik az Urat. De annyira szentek, hogy nem lehet velük együtt élni. Mert ők annyira szentek, és ők mindent nagyon tudnak. És mindenkiben meglátják a hibát. És van is. Van is. Ki kíváncsi, hát nem elég az, hogy én látom a sajátomat, mikor elmondod, meg megint elmondod, meg érzékelteted velem, attól jobb lesz. Ki hordoz el engem? És ki el téged? Ki imádkozik értem, és ki imádkozik érted? És ki szeret engem, és ki szeret téged? Kinek a hatására mondjuk azt, na jó, ahhoz, hogy tudjam, hogy érez, hogy szeretem, ehhez vissza kell fogni magam. Hogy érezzed, hogy szeretem, vissza kell fogni magam. Ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy nem jól szerettem eddig ahhoz kell, hogy visszajelzéseket kapjak. És ahhoz meg le kell gyökerezni. Tehát, hogyha egy fa arébb léphetne, meg megint arrébb léphetne, mert neki már nyűgös az, hogy csak 12 méter ö, szabadságot kap, és nem 200 méter szabadságot, mert nagyon közel van hozzá a másik fa. Vagy mikor fiatalak a fák, akkor még, még sűrűbben vannak. Azért, hogy nőjenek, És az emberek a gyülekezetben, a gyülekezeti közösségben benne, a gyülekezeti életben benne gyakorlatilag meg tudják élni a Krisztusi természetet. Gyakorlatilag. És néha szenvedünk ezért, és elszenvedjük egymás szeretetben, muszáj elszenvedni, nem mehetek el, mert le vagyok gyökerezve. De hát ez szenvedés. De azt mondja az ige, gyökeretver len, és ha lent gyökeretvert, akkor föngyümölcsöt nem tud fönt gyümölcsöt teremni, annélkül, hogy lent ne verne gyökeret. És valakiknek újra gyökeret kell verniük lent, mert akkor tudnak fönt gyümölcsöt teremni. És hívok, hívok, arra mindenkit, aki ezt hallja, akár most itt, akár majd felvételről, vagy a netről letöltés, akár, akárhol is éld az életedet, de gyökerez le egy gyülekezet mellett. Nem baj, ha nem pünkösdi, nem baj, ha nem baptista, bár minek kockáztatni, de akik nem voltak, akit szilveszterkor mondtam, hogy egy baptista misszionáros barátomtól hallottam, hogy tudjuk, hogy nem csak a baptisták jutnak a mennybe, de minek kockáztatni. Nincs jelentős, nem annak van a jelentősége, hogy melyik felekezetet tartozik a gyülekezet, hanem az, hogy ha Krisztus hirdetik, ott az emberek a Krisztusnak a tanítványai. És ha te ott vagy közöttük, és gyökeret versz lent, akkor gyümölcsöt fogsz hozni fönt. Krisztusi természet lesz benned, Isten beszédei benned laknak, és formálnak téged, és ahogy teszel az embereknek tanulságot Krisztussal megoszod Istennek az evangéliumát, vagyis vetsz, jön az aratás, te magad is tanítványá válsz, és másokat is tanítványá nevelsz, Krisztusnak a tanítványaivá. És azt mondja az úr, ez lesz a harmadik évnek a jele. Úgyhogy kedves Paksi gyülekezet, Isten Hív bennünket ebben az évben arra, hogy vessünk, meg hogy maradjunk ő benne, meg hogy gyökeret verjünk. Erre a három dologra, ez a mi dolgunk, hogy vessünk, hogy maradjunk ő benne, mert ekkor leszünk szőlő, és hogy verjünk gyökeretlen, kötelezzük el magunkat, és ennek a következményében lesz aratnivaló, lesz gyümölcs, amit le lehet szedni lesz fönt gyümölcstermés. Jellemben, viselkedésben, hozzáállásban, és emberekben, emberekben. És gondol bele, hány emberért imádkozol a környezetedben, uram, de jó lenne, ha megtérne ő, de jó lenne, de jó lenne, de jó lenne. És azt mondja az úr, ha gyökeret vesz lent, meg fognak térni fönt. Hogyha megmaradsz én bennem, és az én beszédeim benned maradnak ebben az évben, ők meg fognak térni. Hogyha vetsz, és hát ezek olyan kemények, ezek soha nem hallgatják meg, Inkább nem is mondom nekik. Felejtsd el, mondjad nekik. De tudod, azzal az érzékkel, hogy ne annyira szent legyél, hogy ne lehessen veled élni. Tehát egy, egy bölcsesség kell ehhez. És adja az Isten az ő bölcsességét, megadja. Szóval az egészséges gyülekezet a hit átadásának a helye. Az egészséges család attól egészséges, hogy átad egy életmódot, egy viselkedést, egy gondolkodásmódot. És akik ott vannak, azt fogják követni. Úgyhogy maradj meg a Krisztusban. Maradj meg a gyülekezetben. Szeresd. És higgyél abban, hogy Isten ebben az évben jelként olyan gyümölcsöket fog adni, amikről nem is álmodtál. Vagyis, bocsánat, csak álmodtál. Amiről csak álmodtál. Amiről azt mondod, de jó lenne. Meg lesz. Nem minden lesz meg. Nem minden lesz meg. De egy pár. Meg lesz belőle. Mi kedveseim, ez a 2013-as esztendő, ez így fog eltelni, így fog eltelni, sokat fogjátok gyakorolni, sokat fogjuk gyakorolni a legkisebb egyházat, a legkisebb egyház az a kettő-három. Azt mondja az Úr Jézus a Máté evangéliumában, hogyha valahol ketten vagy hárman, az én nevemben együtt vannak, én közöttük vagyok. Az nem baj, hogy ők egy családhoz tartoznak, mondjuk szülők meg gyerekek, attól att még az kettő-három az Úr nevében. Az nem baj, hogy ez egy kis ima közösség, ö, három akárhonnan származó testvér, de az úr nevében ketten vagy hárman együtt, az már ott jelenlevő eklézsia és Krisztus közöttük van. Az nem baj, hogy, hogy, ez az én nevemben ketten vagy hárman, ez éppen egy kávézó. És egy asztal körülül három testvér, és korcsolgatják 11 órakor délelőtt a kávéjukat, és oda beesik egy, egy ismeretlen ember, és, és azt mondja, hogy emberek bajba vagyok, segítsetek, vagy egy ismerős és bajba vagyok, és elkezdi panaszkodni, hogy ő mennyire szörnyen érzi magát, mert, és elmondja, hogy miért érzi ilyen szörnyen magát, és akkor ez a három azt mondja, hogy miért zavar ez minket a kávézgatásunkban, mi most testvérek vagyunk és kávézgatunk. Vagy azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, akkor én ott vagyok közöttük, és imádkoznak ezért a szerencsétlenére aki nem mindenben szerencsétlen, csak most bajba van, és azt mondja az Úr is ott vagyok közöttük, és az az embernek az életében változás indul el. Vagy éppen valaki azt mondja, hogy olyan rosszat követtem, mert hadd mondjam el, és hú, most dicseszik a bűneivel, vagy bűnvallást tesz. És nem mondasz neki, hogy ja, nekem nem mondaná, ne, hanem gondolj arra, azt mondja az Úr, hogy ha valakinek a bűneit megbocsátjátok, akkor meg lesz bocsátva. És ha nem bocsátjátok meg, akkor meg nem. Mikor valaki bűnvallást, ezt nem mondasz, hogy hát nekem nem mondja el, ne, nekem ne, hát nem vagyok én katolikus pap, hogy meghallgassam a gyónást, meg feloldozzam. Tehogy nem az vagy, csak az egyetemes papságnak a része vagy. És hogyha valaki azért mondja el neked a bűnét, mert tudja, hogy te Isten szent embere vagy, hát nem vagyok annyira szent, mert én bukdácsolok nekem bajai, de ő nem azt látja be, hogy bukdácsoló vagy, hanem te hívő vagy, és azt mondja, hogy hogy muszáj elmondanom, mert ez egy nyomaszt, akkor tudjad, hogy most az Úr Jézusnak teszi a bűnvallást, csak téged lát, de tehát te a Krisztusnak a képviselője vagy, és mondd azt neki, mivel megvaltod a bűneidet, Isten megbocsátja a bűneidet. És eredj békességgel. Nem te vagy Jézus, de őt képviseled. De igazából ő benned van, és általad, rajtad keresztül jelen van. De ebben az évben, ismert föl, hogy, hogy a Krisztus testének a tagja vagy, benne vagy Krisztusban, az ő beszédei benned vannak, és az ő cselekedetei is benned vannak, és rajtad keresztül ő jelen van, és rajtad keresztül cselekszik, igényeld ezt, ragad meg ezt, és tedd meg mindazt, ami, ami ennek a valóságához rajtad múlik. Szóval visszatérek a harmadik jelhez, és ezt megismételem, hogy a harmadik évben, és ez esetünkben 2013, a harmadik évben vesetek és arasatok. Mind a kettő munka. Ültesetek szőlőt, vagyis legyél vája tanítványá, és tegyél másokat tanítványá, és fogyasztod ennek a gyümölcsét. Élvezed a gyümölcsét. Engedd meg az örömöt magadnak, amikor megtérők vannak, Engedd meg az örömöt magadnak, amikor, amikor valaki elkötelezi magát nagyon Krisztus mellett, és tanítvány akar lenni, mert ez a te gyümölcsöd. Örüljönnek, annak, amikor fölfedezel magadban megváltozott tulajdonságokat. Jé, mit küzdködtem ezzel? És nem is tudom, már túl vagyunk rajta. Megváltoztam. Dicsőség Istennek. Tehát élvezd a gyümölcsét. Újra verjenek gyökeretlent. Beszélj embereknek erről. Akik, akik kerülik a gyülekezetet, és minden kritikájuk meg van a gyülekezetről. Lehet, hogy igazuk van. Ettől még nem fog gyökeret verni. Kötelezzel magát, és te magad is egyre inkább kötelezzel magad a gyülekezet mellett. Lent, hogy gyümölcsöt tudjál teremni fent. Kedveseim, ez az évindító elemzés, prédikáció. Az év során olvasd újra ezeket az igéket, Akár ezt a tanítást is újra hallgathatod, ezeket az igéket olvasd újra, gondolkozz rajta, imádkozz fölötte, és jó munkát hozzá valósítsad. Amen. Testvéreim, álljunk fel, és imádkozzunk!